Jó estét kívánok mindenkinek! Ez itt a Család meséink, az M2 Petőfi TV családi talkshowja. A legutóbbi adásunkban olyan családmeséket ismertünk meg, amik bebizonyították, sosem késő újra tervezni az életünket és karriert váltani. Van egy olyan kollégám, aki angoltanárként kezdte, majd énekes és műsorvezető lett belőle. Ő Fehérvári Gábor Alfred, vagyis Freddy, akivel Győrben nosztalgiáztunk. A stúdióban pedig Németh Franciska színésznőből lett ápoló és üzletasszony mesélt pályájáról és egyedülálló anyaságáról. Ha lemaradtatok volna a múlt heti családmeséinkről, nézzétek vissza a YouTube csatornánkon. Ma viszont egyfajta idényzáróként olyan családok kerülnek majd középpontba, akiknek a tél a főszezon, akik élsportolóként és edzőként is igazán a jégpályán érzik otthon magukat, egy férfi és egy nő, akiket valójában csak a korcsolya köt össze. Nem is szaporítom tovább a szót, ismerjük meg mai stúdió vendégemet. Az első magyar jégkorongozó, aki a Nemzetközi Hoki Ligában játszhatott. Egy igazi játékos, aki egyaránt megállja a helyét a színpadon és a jégen. Édesapa és férj, aki 32 évesen pályafutása csúcsán döntött úgy, hogy a családot és Magyarországot választja. Jelenleg a Vasas jégkorong szakosztályának vezetője, Szuper Levente, a családmeséink ma esti portré vendége. Levente, köszönjük szépen, hogy így a főszezonban eljöttél hozzánk. Még mielőtt a sportba teljesen belevetnénk magunkat, egy kicsit menjünk vissza az időbe, és beszéljünk a színházról, mert hogy azért a te szárnybontogatásaid azért ott is elég jelentősek voltak. Hogy kerültél a színház közelébe? Ugye egész fiatalom. Szia, köszönöm szépen a meghívást. Gyakorlatilag sok minden indult az életemben akkoriban párhuzamosan. Tehát 4,5-5 évesen azért fölhúztam már a korcsolyát, és hát a színi pálya is etájt kezdődött, vagy vette kezdetét. Még a 80-as években volt a Magyar Televízióban egy önjelölt nevű műsor, Vitrai Tamás vezetésével, és ott a családi barátok ötletére, unszolására jelentkeztünk a műsorba bátyámmal. Van egy 4 évvel idősebb bátyám, István a Király rockoperából szerettünk nagyon énekelni dalokat. Akkor te voltál 4, körülbelül ő pedig 8. Én voltam 5, a bátyám volt 9. Pogánynak tartanak, mert szembeszállok a hóditokkal. Pogány itt mindenki, ha velem van, és nem Istvánnal. Én voltam mindig koppány, ugye én voltam a hangosabb gyerek, én voltam az elevenebb, és hát olyan jól mentek ezek a dalok, hogy jelentkeztünk, bekerültünk a tévés döntőbe, ott felléptünk, és hát onnan igazából elindult, egy láncreakció volt, hogy hívtak gyerekválogatásra, én elmentem, mert volt hozzá kedvem, kaptam egy-két szerepet, aztán elindult a szinkronizálás, a rádióstúdió, színház, közben ugye 6 évesen el kellett kezdenem az iskolát, a hoki már akkor ment, Igen. Elkezdtem zenélni, zongorát tanulni, úgyhogy teljesen jó egyensúlyban volt az életem. Elképesztő nyüzsgős gyerekkorod lehetett. Miben láthattunk gyerekként? Vagy hát én nem, de hogy miben lehetett téged látni gyermekként, vagy mondjuk a hangodat? Hát a hangomat több olyan szerep volt, amire nagyon büszke vagyok, és mosolygok, hogyha hallom. Például az Omen trilógiában, az Omen 2-ben én voltam Damiennek a magyar hangja. A Huckleberry Finn, Elijah Wood főszereplésével én voltam Elijah Woodnak a magyar hangja. Azt a minden. De hát igazából a színház volt a színészi élet csimboraszója, tehát ott az Indula Bakterházban, Timár Péter rendezésében, a Józsefvárosi Kamara Színházban alakíthattam Bendegúzt. Néha, amikor ezekre a dolgokra visszagondolok, akkor olyan, mintha nem is velem történt volna, mintha ilyen álomszerű dolog lenne az egész. Hihetetlen. De neked ebben az időszakban már ott volt a hoki is, és az is gondolom teljesen intenzíven, hiszen 4 éves voltál, amikor azt elkezdted, nem? Igen. Édesapám játszott, még fiatal korában, aztán a bátyám is elkezdett jégkorongozni, én pedig elég sok időt töltöttem ugye a pálya szélén, úgyhogy néztem a tesómat. Aztán kedvet kaptam, és berohantam a jégre, állítólag még cipővel, és egyből kinéztem magamnak a kaput, berohantam, és ott elkezdtem ugrándozni jobbra-balra, aztán kaptam szerelést, és
Akkor azt is te választottad magadnak. És beindult, így van. És azért elég sokáig csináltad, mind ugye nyilván a sportot aktívan, és a színjátszást is. Ha jól tudom, akkor közel az érettségig mind a kettő aktívan része volt az életednek. Így van, párhuzamosan ment mind a kettő, mindaddig, amíg nem mentem ki külföldre 97-ben játszani. És azért volt közös is ezekben a pályákban, mind a közönségnek a szórakoztatása, hogy aki engem megnéz, az elégedetten távozzon mind a jégpályáról, mind pedig a színházból. Úgyhogy ezek mindig új és új kihívást adtak, ugyanakkor meg teljesen más területen. Ugye a sportban, ott a kortársaim, a barátaimmal tudtam lenni és játszani és szórakozni és kiérnem magam, ugyanakkor a színházban pedig ugye komoly színészekkel. Ott is el kellett végezni a feladatot, csak kicsit máshogy. Hogy döntöttél végül aztán mégis a hoki mellett, mert volt egy pont, gondolom, amikor el kellett engedned a színjátszást. Nagyon egyszerű döntés volt, tehát én mindig vártam az isteni sugallatot, hogy most melyik irányba menjek, mert mind a kettő nagyon közel állt a szívemhez, mind a kettőben sikeres voltam, mind a kettőt nagyon szerettem. Akkor nehéz elengedni valamit. Nehéz volt elengedni nagyon, de azzal is úgy voltam, hogy még gyerekként kaptam egy lehetőséget külföldön játszani. 14 éves koromban megkerestek Németországból, hogy menjek ki játszani. Nem volt ez opció, mert az iskolát be kellett fejezni, meg akkor még túl fiatal voltam, de tartottuk a kapcsolatot ezzel a német klubbal, a Krefeldi Pingvinekkel, és 17 évesen ismét szóltak, hogy jó lenne, hogyha mennék, és várnak. Na és akkor úgy döntöttünk a családdal, hogy nekivágunk, és kimentem, és adtam magamnak egy-két évet, hogy nézzük meg akkor, hogy egy magyar jégkorongozó mire képes a nagyvilágban. Akkoriban az volt a mondásom, hogyha sikerül külföldön megragadnom, akkor jégkorong, és akkor sportkarrier, ha nem, akkor és itthon maradok, itthon viszont a színjátszást választottam volna. Hát azért nagyon bejött neked, azt gondolom, hogy egy teljesen jó döntés volt, hiszen egészen ugye a National Hockey League-ig meneteltél. Arra az időszakra hogy emlékszel vissza? Tündérmeseként gyakorlatilag. Jött a telefon egy nyári nap, családi ebéd közben, hogy az Ottawa 67s lefoglalta az én játékjogomat, és hogy majd ki kell menni az edzőtáborba augusztus végén, szeptember elején. Hát ugye ma mit csinál a mai ember? Fölmegy az internetre, megnéz mindent Ottaváról, megnéz mindent a ligáról, a csapattársakról, az edzőkről, mindenről. Én meg gyakorlatilag kimentem úgy, és szerintem ez egy tök jó dolog, és annyival jobb érzéseket keltett az bennem, meg a mai napig, amikor gondolok rá, hogy semmire nem cseréltem volna el ezt az érzést, hogy az ismeretlenbe kimenni a kalandból, csak magamra vagyok utalva, nem kapok semmilyen vagy pozitív, vagy negatív információt arról, hogy mi vár engem, csak magamra számíthatok, és csak a teljesítményem fogja eldönteni azt, hogy melyik irányba megyek. Mennyi időt voltál kint? Hát összesen 13 évet töltöttem külföldön, különböző országokban, ebbe benne van Kanada, az Egyesült Államok, Svédország, Olaszország, Németország, Kazaksztán, tehát azért elég mozgalmas volt, sok helyen megfordultam. Miért jöttél aztán végül haza? Én ide tartozom, tehát ez soha nem volt opció, hogy én máshol telepedjek le. Én konzervatív nevelést kaptam otthon, és hát a család az első, és a család mindenek felett, és a szülői hazája, a szülőhazája az embernek mindig a legfontosabb helyen volt. Én soha nem felejtettem el, igyekeztem arra mindig nagyon figyelni, hogy a gyökereimet ne felejtsem el, hogy magyar vagyok, ne felejtsem el, hogy honnan jöttem, hogy ki vagyok, mindig büszkén vállaltam azt, hogy honnan jöttem. Nekem itt a helyem, majd egyszer ide vissza fogok jönni, és azt a tudást, tapasztalatot, amit megszerzek odakint, azt megpróbálom itthon majd kamatoztatni, ugyanakkor pedig nyilván tervben van az embernek az, hogy egyszer majd lesz családja. Én magyar vagyok, a feleségem is az, tehát nekünk itt a helyünk. Örülök, hogy a családot említetted, hiszen gondoltam, hogy azért ez is közre játszott, hogy ők is húztak haza. Nem sokára innen folytatjuk a beszélgetést, de előtte egy kicsit sportot váltunk, méghozzá úgy, hogy maradunk a jégen. Sebestyén Juli is öregbítette hazánk hírnevét a téli sportok világában, hiszen ő volt az első magyar nő, aki megnyerte az Európa-bajnoki címet. Ismerjük meg most az ő történetét. Én
a véletlennek köszönhető, hogy én korcsolyázni kezdtem. Vagyis annak, hogy Tiszaújvárosban működött egy nyitott jégpálya, ami télen-nyáron üzemelt, és egyedülálló volt Európában. Így a szüleim ahhoz, hogy a felesleges energiáimat levezessék, elvittek egy-egy edzésre, és elég hamar kiválasztottak. Amikor nyáron egyszer fürdőruhába korcsolyázhattunk, vagy akár télen a mínusz fokokban, sapkában, nagymamám kötött pulóvert, két kesztyűt vettünk fel, és ilyen vékonyabb két nadrágot, hiszen nagyon beöltözve nem lehetett az ugrásokat, forgásokat gyakorolni. Tulajdonképpen már az is csodaszámba megy, hogy a dupla axelt, illetve kétféle triplát egy nyitott jégpályán tanultam meg, de azt gondolom, hogy annak is megvolt a varázsa. Sokáig nem indítottak el versenyen, és akkor édesanyám kérdezte, hogy miért nem indítanak el, vagy mi az oka. És aztán kiderült, hogy azért, mert a Simpla Rippergert, ami kötelező volt akkor a rövid programban, még nem tudtam. Amikor még 9 éves voltam, egy nagy nemzetközi versenyt rendeztek Stuttgartban, ahova a Magyar Korcsolyázó Szövetség külön válogató versenyt szervezett, amit itthon váratlanul megnyertem, és a nemzetközi versenyen viszont kint Stuttgartban toronymagasan nyertem. 13 évesen kerültem Budapestre, ez egy hatalmas áldozat volt a szüleim részéről, hiszen teljesen egyedül Kozári Klári nénihez kerültem, aki a pótnagymamám lett, aki korábban a szövetség elnöke volt, és egy versenyen ismert meg, és amikor felmerült, hogy esetleg be is kell fejeznem, mert nem tudom tovább Tiszaújvárosba folytatni, akkor ugye ő magához vett, és nagyon-nagyon sok mindenben segített, de a szüleim támogatása nélkül természetesen ez nem ment volna. Nagyon sok fontos, olyan fontos verseny van, ami szívesen emlékszek vissza. Természetesen az első az Európa-bajnokság, ahol mai napig visszagondolva nem is tudom, hogy sikerült hazai közönség előtt ilyen nyugodtan versenyezni. Kiemelném az első Európa-bajnokságot, ahol dobogóra állhattam, ugye Malmöben, ahol harmadik lettem. Utolsó előttiként futottam, és tudtam azt, hogy ha mi második helyen állok, akkor megvan a harmadik hely, és csak arra koncentráltam, amikor a pontokat vártam, hogy egy kettes számot lássak, és amikor megláttam, akkor én már ugráltam, és az edző még azt se tudta, hogy minek örülök ennyire. Vagy az utolsó világkupám, Lake Placidbe, az két Amerika, ahol utolsó évben igazság szerint azért korcsolyáztam, mert szerettem volna még a Vancouveri olimpiára kijutni, négy olimpián részt vettem, és abban az évben ugye sikerült az utolsó világkupámon még dobogóra állnom, és a harmadik helyen végeztem. Én azt gondolom, hogy az élsport egy nagyon szervezett életmódot követel, hiszen edzések, iskola, utána iskola, utána rohanás újra a jégre, kiegészítő edzések, száraz edzés, balettórák, hétvégén versenyek, nyáron edzőtáborok. Tehát tényleg sok szabad időm nem volt. És ami volt esetleg egy-egy hétvége, az pedig azzal telt el, hogy rögtön a szombat reggeli edzés után vonatra ültem, Tiszaújvárosba hazamentem, nagymamáimmal találkoztam, édesanyám segített akár, ha kell a leckében, meg édesapám. Édesanyám gyorsan kimosott rám, megfűzött rám, ellátott egy hétre ennivalóval, fölpakoltak, és vasárnap délután a 4 órási vonattal már jöttem vissza. Mindig ott voltak, mindig megnéztek, rengeteg áldozatot hoztak értem, és ez a sok-sok szeretet, amit kaptam, ez nagyon sokat segített. Valóban így volt, ahogy az imént felvezettem, hogy a családod miatt is jöttél haza elsősorban, hiszen akkor még csak ketten voltatok, ha jól tudom, a feleségeddel. Ez így van, mert a feleségemmel való kapcsolatunk nagyon-nagyon régre vezethető vissza. Mi 18 évesen találkoztunk,
Azt a mindenit. Nyilván a nehézségek jelen voltak a mi kapcsolatunkban is. És amíg te külföldön voltál, addig teljesen külön voltatok? Úgy értem, hogy sokszor fizikailag? Sokszor jött velem, nem minden alkalommal, aztán mégis a végén egymás mellett kötöttünk ki, mikor meg már arról beszéltünk, hogy házasság és családot szeretnénk alapítani, hogy nézne ki a szuper család élete, hogyha... Imádom a családneveteket, szuper család. Ez így is, meg úgy is nagyon jól hangzik, na igen. Hát van azért egy kis nyomás, de ezt mindenki fel tudja dolgozni most már. Hogy nézne ki az életünk, hogyha nekem még mindig a karrierről szólna az élet? Mert azt mindenki tudomásul vette, és nem ezért volt egy picit nehéz azért a karrier mellett minden másra figyelni is, mert hogyha profi sportoló vagy, akkor az az első, tehát nincs más. Mindent annak rendelsz alá, mert különben, hogyha nem úgy teszel, akkor jön valaki más, aki majd úgy fog tenni. Tehát gyakorlatilag az életviteled arról szól. És hogyha van egy nő melletted, aki ezt tolerálni tudja hosszú távon, akkor őt a jó Isten küldte. És gyakorlatilag így van ez nálunk is. Tehát elviselni azt, hogy gyakorlatilag valaki az én életemhez asszisztáljon, tehát ez csak tiszta szeretetből lehet. Ha viszont család van, akkor az az első, és pont. Tehát én nem akartam azt, hogy a szuper család élete mindig Leventéről szóljon, mert szólt eleget Leventéről, és ugye szerencsés dolog volt az is, hogy én 17 éves koromtól már ugye profi voltam, tehát nagyon, nagyon hamar kerültem be a profik világába, és 31-32 évesen pedig tudtam azt teljes nyugalommal mondani, hogy abba hagyom. Ez egy közös döntés volt, vagy a feleséged azt mondta, hogy ő teljesen rád hagyja azt a részét, hogy te a sportot mikor akarod, az aktív részét nyilván, mert ugye edzőként még dolgozol, abba hagyni. Teljesen rám hagyott mindent. Emlékszem rá, azon a nyáron is voltak ajánlataim Norvégiából, Franciaországból, olyan helyeken, ahol még nem is jégkorongoztam, tehát azért a kalandvágy engem mindig ez hajtott, de úgy voltam vele, hogy nem, tehát igazából elértem azt, amit szerettem volna, amit célul kitűztem magamnak a pályafutásom elején, játszhattam Kanadában a legnagyobbak között, 98-szor ölthettem magamra a címeres mezt, magyar válogatottal A csoportba kerültünk, mi kell még? És mi kell még, ugye tetted fel a kérdést, jöttek a gyerekek. Most ott van Barnabás, ő 6 éves, illetve Alíz, ő pedig 8. Ők hokiznak? Vagy levitted őket a jégre? Korcsolyázni tud mind a kettő. Barnabás kacérkodott azzal, hogy hokizzon. Ő volt is néhány edzésen. Nem fogta meg annyira azért a hangulat. Persze, amikor mondjuk látott videófelvételt rólam, vagy egy gála meccsen mondjuk védeni az arénába, ahol ott voltak 8000-en, tehát az azért elkapta, és utána akkor ment edzésre egy 3-4 alkalommal, de egyelőre nem úgy tűnik, hogy ez az ő világa, aztán bánod? Majd ki tudja, bármi lehet, tessék. Bánod, hogy nem kapta őt? Dehogy bánom. Hogy nem szántad őt is mondjuk jégkorongozónak. Hát ez nem az én feladatom, hogy én megszabjam, hogy ő mit csináljon. Nekem az a feladatom, hogy amit ő kiválaszt, abban én támogassam. Nem lustul, és nem kibújik a dolgokból. Egész egyszerűen ez nem biztos, hogy az ő világa. És Aliznál gondolom akkor maga a hoki az szóba se jött. Szóba jött, de a műkorcsolyán kívül nem csinált igazából mást. Édesapaként mennyire vagy kemény, vagy mennyire vagy következetes, vagy mennyire vagy szigorú például? Én szeretem azt, hogyha őszinteség van otthon, és bármiről is legyen szó, de legyen meg az a bizalmi kapocs, amikor úgy érzi mindenki a másikkal szemben, hogy el tud és elmer igazából mondani mindent. És ez az alapja nálunk a dolgoknak, a türelem meg a bizalom, tehát ez a két legfontosabb szó, ami a szupercsaládnak a házában elhangzik. Ha kialakítod a bizalmi kört, és még mellé türelmes is tudsz lenni, akkor a gyermekek és a feleséged is ezt megérzi, és hát akkor harmóniát lehet teremteni. Mennyi időt tudsz most jelenleg velük tölteni? Sokat. Sokat? Hála Istennek sokat, mert ugye ezt is az ember fölállítja saját magának, hogy mik a prioritások. Tehát ha ki van mondva az, tehát igazából ki se kell mondani, hogy mi a legfontosabb az életben, akkor nyilván az ember úgy
próbálja alakítani az életét, hogy akkor valóban az lenne, és ne csak kimondja, hanem úgy is cselekedjen, ahogy mondja és elképzeli. Tehát igen, a legtöbb időt, hála jó Istennek, a családdal töltöm. Tehát, hogyha éppen nekem van időm arra, hogy elvigyem őket külön órára, vagy bekísérni az iskolába, vagy játszani, akkor én végzem el azt a feladatot. Ha a feleségemnek van rá ideje, akkor meg ő. Ha mindketten meg tudjuk oldani, akkor meg elmegyünk négyesben. Tehát amikor csak tudunk, akkor négyesben megyünk, és hát nem érne, hogyha már ott van az idő. De az István a Király Rock Operában biztos vagyok benne, hogy te énekelsz velük. Legalábbis remélem. Hát, hogyha eljön, akkor biztos. Most visszatérünk egy kicsit Sebestyén Julihoz, mert ahogy Levente is, már ő is visszavonult, és az edzői karriert választotta az élsport után. Jobbra nézek, nem balra, jobbra. És lengőlába megtartom hosszan, jó? Elvégeztem több egyetemet, az Óbudai Egyetemen vállalkozásfejlesztés szakon közgazdász mesterdiplomát szereztem, műszaki menedzser diplomát szereztem, a testnevelési egyetem elvégeztem a szakedzőit és egy középfokú sportmenedzserit, de valahogy úgy gondoltam, hogy a jégen töltöttem szinte egész életemet, és szeretnék a jég közelében maradni. Budapesten kezdtem el edzősködni, először Debrecenben, majd egy év után itt tanítványaimmal neki veselkedtünk a következő szezonnak, és tulajdonképpen azóta edzőként dolgozom. Lili, egy pár duplát kombiba, jó? És utána ugrunk Axel Sauer Rieberget. Mindig tudja, hogy mit szeretne kérni, és hogy mindig tisztán el tudja mondani azt, amit szeretne tőle. A kamera megteszi hatását. Jobban megy most! Nagyon kedves, és azért jó vele dolgozni. Messzebb szúr, jó? Mikor a pályán vagyunk, azért általában azért néha kicsit kemény, de a pályán kívül pedig nagyon sokat szokott viccelődni, meg kedves velünk nagyon. Igen, sokszor mondják, hogy szigorú vagyok, inkább azt gondolnám, hogy következetes, és tudom azt, hogy egy eredmény eléréséhez mennyi munkát kell elvégezni. Tényleg nagyon sok versenyző megfordult már a kezünk között, évről évre rengeteg magyar bajnokunk volt, most az idén is az utánpótlás országos bajnokságon 8 aranyérmet, 4 ezüstöt és 2 bronzérmet szereztek a tanítványaim. Mindig ott van mellettünk. Mindig pozitív. Mindig azt nézi, ami a jó. Bármikor fel tud motiválni engem, hogy jól menjen az edzés, vagy hogy a programot jól fussam, vagy verseny jól menjen. Meg szerettem a módot, ahogy tanít minket. Hogy ugyanolyan sikereket tudjunk elérni, mint ő, az azért jó lenne. Érdekes az, amikor elindul egy szezon, gondolkodunk a programokon, a zenéken, melyik gyereknek milyen koreográfiát készítsünk, és aztán szezonban, ahogy ez kiteljesedik, ahogy összeállnak a programok, ahogy sok-sok munka, gyakorlás után a versenyeken sikerül ezt nekik hibátlanul lefutni, és amikor tényleg csillogó szemekkel boldogan jönnek ki a jégről, azért azt gondolom, hogy az edzőnek is egy nagyon jó érzés, hiszen elvégeztük a feladatunkat. Igazság szerint szeretem a jeget, szeretem amikor az ugrásokat kell tanítani, amikor az alapkorcsolyázó tudást, a forgásokat, vagy amikor a programról gondolkodunk, a koreográfiát. Igyekszem segíteni a külruhák elkészítésében, hogy ahhoz a zenéhez milyen ruha illik. Sokáig édesanyám varta a külruháimat, és azért úgy nagyon sokszor volt az, hogy megtapasztaltam, hogy milyen alkatú gyerekre, milyen típusú ruha illik. Szeretek versenyekre járni, bár igazság szerint ugye azért ez rengeteg, amikor egy évben 15-20-25 versenyre kell menni, hiszen az annyi hétvégét jelent. De kicsi koromtól kezdve ezt csináltam, és tulajdonképpen most is azt csinálom, amit szeretek. Az egész napomat tulajdonképpen mondhatom azt, hogy a korcsolya teszi ki.
nem könnyű neki, amikor reggel 5 órakor nekem már csörög az óra, hiszen indulok edzésre, de azt gondolom, hogy támogat, és egy-egy magyar versenyen itthon eljött ő is, ismeri a gyerekeket, szurkolt nekik, sőt a hétvégén volt egy verseny, ahol azt élvezte, hogy a palák mellett odajött, és hát amikor így egymás után futottak, akkor segített, hogy az egyiket hátra vitte kicsit a melegbe, hogy addig ne fagyoskodjon, úgyhogy azt gondolom, hogy támogat és mellettem van. Ez egy nagyon nehéz sport, és ez csak akkor lesz valaki, mi kocsolyázó, vagy jégtáncos, vagy a kocsolyának valamelyik szakágában, akkor lesz sikeres, ha igazán szereti. Hát arról már beszéltünk, hogy mi a helyzet az otthonnal, tehát hogy mennyire vagy otthon szigorú apuka, semennyire. Mi a helyzet a jégcsarnokban, a gyerekekkel, akikkel foglalkozol, ott mennyire vagy szigorú edző? Hát igazából most már egy jó néhány éve az edzősködést azt nem gyakorlom napi szinten, tehát akkor is csak a kapusokkal foglalkoztam. Most a szakosztálynak a vezetése és a felnőtt csapat irányítása azért elviszi azt az energiát, hogy konkrétan az edzősködésre már nem jut idő. De hát ugye muszáj következetesnek lenni, és igazából ugye a gyerekekkel kapcsolatban is kérdezted, hogy szigor. Én inkább azt mondom, hogy következetesség. Igen. Mert ugye a szakosztályban is ott van 270 gyerek, nagyon-nagyon sok szülő, nagyon-nagyon sok edző, és ezt az egészet hát koordinálni kell, úgyhogy mindenkinek jó legyen. Persze ennyi emberrel kapcsolatban soha nem tudsz olyan döntéseket hozni folyamatosan, hogy mindenkinek jó legyen, de hogyha következetes tudsz maradni, akkor ki tud ott is alakulni egy bizalmi kör, hogy a szabályokat lefektetve már a legelején, azokhoz ragaszkodva jól működjenek a dolgok. Ez az a fajta nevelési módszer, vagy nevelési elv, amit aztán otthon is tök jól tudsz kamatoztatni, meg vice versa nyilván, amit a gyerekeitől tanulsz, meg amit meg velük csinálsz, azt meg aztán ezzel a 270 gyerekkel. Ők mennyire a te családod, mennyire nőnek ilyenkor a szívedhez, hiszen a fél életedet, sőt, gyakorlatilag az életedet a jégen töltötted, és ebben a közegben mozogsz, óhatatlan nem, hogy ez a csapat a második családod. Hát abszolút, és kézzelfogható példája is van, tehát ugye az a felnőtt csapat, amit 2 éve elindítottunk a Vasasnál, gyakorlatilag a csapatnak a 80%-a saját nevelésű játékos, és a mi neveltünk, tehát ott nőttek föl. Legtöbbjüknek végig kísértem a pályáját 12-13 éves kora óta, úgyhogy persze, és hasonló felelősséget érez az ember akkor, amikor aláírja vele az első profi szerződést, mert tudja, hogy ez egy olyan nagy lépés az ember életében, egy fiatal ember életében, amire szeretnénk, hogyha emlékezne mindig. Utána, mikortól profi lesz, megváltozik teljesen az élet, mit kell tenni ahhoz, nap mint nap tanítani ezeket a srácokat. Ugye Ladányi Balázs barátommal, aki a vezető edzője ennek a brigádnak, 230-szoros válogatott, és a saját példánkból merítve nap mint nap, tehát mi mind a ketten a Balázzsal nagyon korán lettünk felnőttek, nagyon korán lettünk profik, válogatott jégkorongozók, és azért, mert tudtuk, hogy mit szeretnénk csinálni. Azt próbáljuk tanítani a gyerekeknek, azt a képességet fejleszteni, hogy tudja, hogy mit akar, ne csak kimondva, hanem elhatározva, és akkor tudni fogja, hogy azért nap mint nap tenni kell valamit. Ez egy nagyon nehéz élet, hogyha az ember úgy fogja föl, de ugyanakkor meg egy gyönyörű szép utazás. Nap mint nap megtanulsz magadról és a környezetedről rengeteg mindent. Ha úgy tudsz fölmenni az edzésre, vagy akár egy színházi próbára, vagy mondhatnék bármit az életben, hogy úgy mész föl gyakorolni, hogy elhatározod, hogy amikor lejössz onnan, mert ugye ott van az a másfél óra, 2 óra, amikor lehetőséged van arra, hogy egy picit jobb legyél a végén, mint ahogy fölmentél. És hogyha ezt a képességet el tudja valaki sajátítani, akkor tényleg nincsenek lehetetlenek. Egy ilyen kalandos életút után van bármi olyan vágy még, amit nem értél el, vagy ami akár kicsit visszakacsintani a színház felé, ami még úgy ott van előtted, és vágysz rá? Kevésbé tűzök ki mostanában hosszabb távú célokat, mint mondjuk gyerekkoromban, vagy annak idején. Azért nagyon sokat változott a felfogásom, most úgy élem az életemet, hogy minden nap egy kaland,
és amikor éjszaka vagy este álomra hajtom a fejemet, akkor igyekszem mindig mosolyogni, és eljátszadozni a gondolattal, hogy holnap milyen gyönyörű szép dolgok fognak várni. Köszönöm szépen a szuper beszélgetést, Levente. Köszönöm a meghívást. Jövő héten is érdemes lesz velem tartani a családmeséinkben, mert igazán felpörgetjük majd a hangulatot. A Lemezlovasok világnapja alkalmából a hazai DJ-ké lesz majd a főszerep. Addig is nézzétek vissza az adásainkat a YouTube-on vagy a MediaClick-en. Sziasztok!